Na játok végig, ha mondjuk egy milliárdos az politikus lenne, akkor legalább nem a politikában akarna további milliárdokat szerezni, talán. De így ugye, mikor rendszerváltásunk volt, ugye 89-90, akkor én rögtön azt mondtam, hogy az lesz a baj, mert ugye régen kik voltak a parlamentben? Bárok, grófok, hercegek voltak a parlamentben. Akiknek ugye komoly vagyonuk volt, és nem a vagyonosodás miatt lettek politikusok. És ha valaki nagyon gazdag, akkor azt nem lehet megvenni. Mert fogja és megveszi azt, aki meg akarja őt venni. Ennyi. Szóval azáltal, amikor volt ugye a rendszerváltás, rögtön azt mondtam, hogy itt az lesz a baj, hogy olyanok kerültek a politikába, akik csupasz seggűek. Szó szerint ezt mondtam. Csupasz a seggük, és így akarják beburkolni. És vajon igazam lett? Igazam lett. Tehát a politikusok a vagyonosodás miatt lettek politikusok, a jó része. Na most vajon mióta lehet ez? Hát azóta, mióta az emberekkel elkezdték elhitetni, vajon mikortól kezdték el elhitetni, majd ezt is mondom, az emberekkel elkezdték elhitetni azt, hogy ő nem beleszületett egy élőhelybe, egy élőhely, olyan helybe, ahol onnan nincs kiút. Tehát, hogyha régen mit tanítottak? Régen azt tanítottak, hogyha jobbágynak születtél, akkor az maradtál. Ha parasztnak születtél, az maradtál. Ha mit a polgárnak születtél, akkor az maradtál. Ha grófnak születtél, akkor grófként haltál meg. Ha bárónak, vagy mit tudom én, hercegnek születtél, akkor úgy haltál meg. Ha királynak születtél, akkor királyként haltál meg. Szóval a lényeg az, hogy régen nem volt olyan, hogy bekerülhetett az ember egy másik társadalmi osztályba. Tehát régen is voltak társadalmi osztályok, de az társadalmi osztályok nem voltak átjárhatók. És elkezdték a 20-as évektől, kitalálták, egy pszichológus találta ki, és az amerikai kormány ennek a pszichológusnak a segítséget kérte. Ez egyébként Sigmund Freudnak az unokája, unokaöccse volt, és ő neki a segítségét kérték, hogy lehetne az embereket vásárlásra bírni. Tehát vásárlásra bírni. Mert ugye akkor volt a világgazdasági válság, és a világgazdasági válság abból alakult ki, csak hogy tisztában legyetek ezzel, tehát most nem nézünk semmilyen összeesküvés elméletet, abból alakult ki, hogy a második, akarom mondani, az első világháborúban az USA felfokozta az ipari termelést. Azért, mert le volt maradva a katonaság fejlettsége, le volt maradva a világ többi ország, fejlett országához képest. Le volt maradva. És fogták és hatalmas mértékben elkezdték felfejleszteni az első világháború idején az ipart. És utána, tehát milyen ipart? Hadipart. Tehát a hadipart. Igen, ám de az első világháborúval megszűnt az, hogy a hadiparra olyan mértékben szükség van, mint a világháború idején. És ott volt az ipar, a felfejlesztett ipar, és azt mondták, hogy oké, hát most mit csináljunk vele? Hát nincs rá szükség. Mert a kutya sem vásárol ipari termékeket. Világos ez? Az emberek, a lakosság nem vásárolt ipari termékeket, a cégek se és egyéb dolgok sem, mert megszűnt a háború. Örültek, hogy luk van a hátsójukon. Érted? Tehát nem, hogy még vásároltak mondjuk volna a fegyvert. És mit csináltak? Kitalálták azt, hogy valahogy ezt a felfokozott ipari termelést
valahogy hasznosítani kellene, és mi lenne, hogyha a lakosság vásárolná meg az ipari termelésnek a javát? Igen, ám de a lakosság nem akart vásárolni. Erre kitalálták azt, hogy mi lenne, ha segítségül hívnánk pszichológusokat. És akkor találtak ugye egy pszichológust, amelyik kormány tanácsadó lett, ugye Sigmund Freudnak az unokaöccse, és ő szépen kidolgozta azt, hogy hogy lehet az embereket manipulálni a médián keresztül arra, hogy olyan dolgokat is vásároljanak, amire nincs szükségük. És rájöttek arra, hogy erre a legjobb alanyok a hölgyek. Az urakat nem tudták, tehát a férfiakat nem tudták manipulálni kezdetben vásárlásra. És akkor rájöttek arra, hogy az első olyan dolog, amivel elkezdték tudni a férfiakat manipulálni, de már a hölgyeket akkor már sok éve manipulálták, és a hölgyeken keresztül a férfiak is kénytelen voltak többet keresni, hogy a hölgyek igényeit kielégítsék, vásárlási igényeit kielégítsék. A nőket vajon min keresztül tudták kezdetben manipulálni leginkább? Na, min? A ruhán keresztül, bizonyám. És új ruhákat találtak ki, a divat szakma akkor kezdett el kifejlődni, újfajta ruhákat találtak ki, meg kitalálták a divatot, addig nem volt olyan, hogy divat, és kitalálták a divatot, érted? És a hölgyeknek, nem a férfiaknak találták ki. Akkor találták ki a harisnyát is például. Tehát milyen a neoló harisnyát? Tehát nem a rendes bunda harisnyát, ami kötött harisnya volt a hölgyeknek régen, mert ugye olyan volt kötött harisnya, de valahogy nylon harisnya, mert nem volt. És a nylon harisnyában, hogy látszik a lába a hölgynek, még sőt, szebb lesz tőle a lába, mint előtte volt. Szóval elkezdték manipulálni ugye a hölgyeket az öltözködésen keresztül. Akkor utána elkezdték manipulálni, hogy hát a nők a világ nagy részén nem bírtak olyan szavazati joggal, például az USA-ban sem, mint a férfiak. És akkor beindították az emancipáció, tehát mondjátok már nem az emancipációt, hanem a feminizmust, hoppá, feminizmus, bocsánat, tehát elindították a feminizmust, feminista mozgalmakat hoztak létre, embereket patronáltak, hogy feminista elveket kezdjenek vallani, tehát hogy patronáltak pénzzel, embereket pénzet fizettek érte, hogy foglalkozásszerűen feminista vezetők legyenek, és tehát kelljenek ki a nők érdekei mellett, ugye ez Amerikában így volt, és utána egyre több országban így lett, feminista mozgalmak kezdtek el kialakulni, és ugye, ha megnézzük, nagyon érdekes jele van a szabadságnak. Mi a jele a szabadságnak? A V betű. V betű, de ez furcsa egy jel, a szabadsághoz, mert az ördög szarvát is jelképezi. Na mindegy, de nem ez a lényeg, hanem ezért ugye V betű, az a szabadság, ugye mindig így mutatták, hogy szabadság, szabadság, szabadság. Na most ugye az egyenlőséggel ugye a feminista mozgalmak azt tették a zászlójukra, hogy egyenlőség hozza el a nőknek a szabadságot. Tehát, hogyha egyenlők lesznek a nők jogaik a férfiakkal. Miben voltak Amerikában kevesebb joguk a nőknek? Választás. Tehát magyarul a nők nem szavazhattak, csak a férfiak. Meg nem
vállalhatta politikai szerepeket, meg ilyesmit. Tehát ebbe ugye voltak csak háttérben helyezve a férfiakhoz képest. Ugye Magyarországon még ez se nagyon volt, mert ugye itt már régen ugye a nőknek megvolt a szavazata joguk. De nem is ez a lényeg. Szóval az a lényeg, hogy kitalálták azt, hogy ezt a jelet alkalmazzák, ez ugye akkor áll így a két ujjunk, ha ide teszünk közé valamit. Tehát ha ide közé teszünk valamit, akkor két ujjunk így marad. Oké? Okay? És kitalálták azt, hogy van egy olyan, ami Amerikából jött, ugye a dohány. És mi lenne, ugye hát az, hogyha, mert ugye a szivar az vastag, nem biztos, hogy befér egy hölgynek az ujja közé. Hát mi lenne, hogyha valami más csinálnak, egy kicsit károsabbat, mint a szivar. És ez lett a cigaretta. Oké? Okay? És az vékony, az befért a hölgyek ujja közé. És azt tanították, hogy így kell szívni a cigarettát. Érted? Így. És ez egy szabadság szimbóluma is lett a hölgyeknek. Addig soha nem dohányoztak hölgyek sehol a világon. Csak férfiak. Tehát hölgyek, ugye férfiak hogy dohányoztak? Ugye ez Amerikából jött a, ugye Amerika felfedezése után a dohány, addig nem volt Európában dohány. Mit csináltak? Szivaroztak vagy pipáztak? De nők nem. Tehát nem volt cigaretta. Az a 30-as évek, 20-as évek végén kezdődött a cigaretta szezon. Addig olyan, hogy cigaretta nem létezett. És ugye a szivart hogy fogták? A szivart azt így fogták. Azt nem így fogták, azt így fogták a szivart. Az nem volt szabadság szimbólum a szivar. És a szivar kevésbé volt káros, mert az dohánylevélbe volt becsomagolva. A cigaretta viszont papírba. És a cigarettában a legkárosabb a papír, nem a dohány. Ezt csak úgy mondanám, nem tudtátok? Hát pedig ez így van. Ugyanis a dohányban nincs kátrány, de a papírban van. Oké? Okay? És a papírban begöngyölt cigaretta, dohány, kátrány lerakódást okoz a szervezetben. Tehát lényeg az, hogy kitalálták, hogy legyen egy kicsit károsabb. Ha minek élnek addig az emberek, nem kell addig élniük. Hiszen már az 1800-as években kitalálták hatalomban lévő emberek, hogy hogy kellene, már erre tanulmányok születtek az 1800-as évek második felében, hogy hogy kellene a népet, népesség szempontjából korlátozni, hogy növekedjen, hanem hogy akár csökkenjen. És ennek része volt, hogy nem csak dohány van a cigarettában. Oké? Okay? És ezáltal, ugye szabadságszimbólum, káros szenvedély, ezáltal a cigarettára elkezdték rászoktatni a hölgyeket. Tehát mondom, előtte csak és kizárólag férfiak dohányoztak. És ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy teljesen sikerült elindítani a fogyasztói társadalmat. Hogyan tudták a férfiakat manipulálni? Nem tudom, tudjátok-e, hogy milyen műszaki eszközzel tudták manipulálni? Mivel? Nem. Autó. Autóval. A férfiakat az autóval tudták. Hát gondold végig. A férfiak lovagoltak régen. A férfiak
hajtották a lovat a szekéren, majd a kocsin. Oké? Nem a nők. Tehát genetikailag ugye a férfiakba jött, hogy ők azok, akik közlekedni akarnak. Például amikor a biciklit kitalálták, nem nők bicikliztek, hanem férfiak. Tehát az összes közlekedési eszközt a férfiak uralták. A nők azok csak hébe-hoba. Oké? Na most természetesen jött egy újfajta közlekedési eszköz, az autó, és a férfiaknak ez rögtön szimpátiát keltett. És akkor a férfiakat elkezdték tudni az autókon keresztül manipulálni, már mivel egyre több lett a különböző műszaki eszköz, a férfiakat a műszaki eszközön keresztül tudták és tudják elsősorban azóta is manipulálni. Tehát megnézed, mit művelnek a nők, ha vásárolnak mondjuk ruhát, vagy megnézed a férfiak vásárlását ruhaügyben, ég és föld különbség van a hölgyek és az urak vásárlása között. Oké? Tehát ég és föld különbség. Tehát mai világban is a legtöbb férfinak úgy jó az a ruha, ahogy van. Tehát nem is akar újat, már mit tudom én, ekkora luk van a cipője oldalán, akkor is jár benne. Érted? A nőnek már nem úgy néz ki, ahogy kellene, már másikat vesz. Érted? Tehát teljesen más módon tudták ezt elérni. Tehát a manipuláció az sikeres lett, ha megnézzük. Tehát sikeres lett. De milyen módon érték ezt el? Tehát gondold végig, ezt nem tudták volna elérni az anyagi világ hajnalán. Az anyagi világ hajnala ugye az a 20. század elejéig tartott. Tehát addig gyakorlatilag milyen anyagi világról beszélhetünk? A házunkról, a berendezésről, ami benne volt, amit több generáció használt, mert olyan anyagból csinálták. Hát mit tudom én, egy szekrényt használt három generáció, vagy négy, érted? Mit tudom én, egy szekrény eltartott 100-150 évig, minimum, minimum. A ruhákat olyan anyagból csinálták, hogy azt is hordhatta a következő generáció is, érted? Nyugodtan. A cipők is olyan anyagból voltak, hogy sokkal nehezebb volt elnyűni, mint most. Tehát gyakorlatilag az anyagi világ az az volt, hogy minek vegyem, mikor az otthon, ami van, az jó. Tehát ezért el kellett kezdeni csökkenteni a termékek minőségét. Oké? Szó szerint csökkenteni. Tehát nem annak következménye lett a termékek minőségének csökkenése, hogy a sok termelés miatt nincs idő a jó minőségre, nem, hanem tudatosan lerontották a termékek minőségét, hogy az emberek kénytelen legyenek újat és újat venni. Na most, tehát az 1800-as években nem lehetett volna fölépíteni egy fogyasztói társadalmat, mert nem volt hozzá ipar. Oké? Tehát az igazi iparosodás az az 1900-as évektől, de inkább úgy mondanám, hogy a második világháborútól indult el, a második világháború következtében. Na most akkor azért megkérdezném, jó? Csak úgy, hogy gondolkodj el. Vajon miért kellett az első világháborúnak létrejönnie? Hát, hogy létre tudjanak hozni egy fogyasztói társadalmat. Mert az első világháború nem jött volna létre, akkor nem lett volna egy, abban az időszakban, míg az első világháború folyt, egy óriási mértékű
ipari fejlődés. Sorba az összes olyan országban, amelyik az első világháborúban érintett volt. Oké? Tehát ha ezt jobban megnézzük, elérték vele azt, hogy legyen egy hipergyors műszaki fejlődés. Az alatt a hány év alatt? 5 év alatt? 5-6 év alatt? Érted? Tehát amikor háborúk voltak, ha megnézed, ugyanez a második világháború, a második világháború alatt is, akkor a műszaki fejlődés volt, ami körülbelül 50-60 év alatt szokott lenni. 5-6 év alatt. Tehát magyarul a világháborúk azok olyan tízszeresére gyorsították a műszaki fejlődést. Na most, tehát elérték az embereknél, hogy legyen ipar. Ha megnézed, az ipar azt jelenti, hogy a mezőgazdaságban is óriási iparosodás lett, hiszen gépesítve lett minden. És az előtte nem volt gépesítve. Előtte mezőgazdasági gépek elvétve voltak. Egy-két gőz, mit tudom én, arató cséplőgép volt, de az se volt jó, mert kigyulladt tőle a termés. Szóval lényeg az, hogy az iparosodást által elérték, hogy legyen műszaki fejlődés. Na most, de ugye a műszaki fejlődés és az iparosodás az mi? A szellemi termék? Mármint szellemi dolog? Inkább úgy mondanám. Nem. Az anyagi dolog. Oké? Na most ennek lett egy másik előnye, az, hogy az emberek figyelmét rá lehetett irányítani az anyagi világra. Na most én fölhívnám a figyelmeteket, hogy itt tanulunk olyanról, hogy számmisztika, a számmisztika több mint 2000 éves tudomány. Ugyanúgy, mint az asztrológia, körülbelül ugyanabban az időben kezdődött el annak a terjesztése, mint tudomány. Tehát ugye az számmisztika alapját Pitagorász hozta létre. Na most Pitagorász, nézzétek meg, mikor élt, jó? Amíg ugye a görög birodalomban, a római birodalom előtt. Szóval lényeg az, hogy ugye a számmisztikában, illetve még egy picit menjünk vissza, hamarosan kezdődik nekünk a számmisztikai képzés, ami a személyiség fejlődéshez nélkülözhetetlen. Mert ha valaki nem ismeri meg a saját személyiségét, nem fog tudni fejlődni. Tehát ha nem tudom, hogy min kellene változtatnom, akkor nem fogok azon változtatni. Világos ez? Tehát ez az alap mindig a személyiség fejlesztésénél, tehát hogy valaki jobbá váljon, mindig az az alap, hogy tudnia kell, hogy min kell változtatni. És az ember nem tudja, hogy min kell változtatni, nem fog változtatni. Na most, a számoknál, a számoknak van energiája. És nagyon érdekes, megint gondolkozzatok el rajta, hogy nem voltak világháborúk a 20. századig. A 20. század az úgy kezdődött, hogy 1900. És ha megnézed, a nagy háborúk 1900-as években indultak el és fejeződtek be. Most miért fontos ez? Tehát ha most azt gondolod, hogy véletlenül jöttek létre a háborúk, meg a világháborúk, te óriási tévedésben vagy. Ugyanis a